Csomagot kaptunk, boys! Nem is kicsi csomagot, őszintén. Végre elkezdett a csomag, és én már tudom, hogy nagyjából mi van benne, de még nem teszteltem, nem próbáltam, nem semmit, nem is nyitottam ki, mint látható, le van még. Hát le van még ragasztva az összes fele, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Csapassátok szét azt a like-ot, iratkoztok fel a csatornára, nagyon nézd meg, köszönöm, egy dolgot felejtettem el. A kést, amivel ki kéne bontani. Na most, hogy itt van a kés is, nyithatjuk ki, mutatom be nektek a dolgokat. E-sharp termékek lesznek benne, én már tudom amúgy, nagyjából tudom, de a Wildsharpnak egy ilyen nagyobb esport kategóriai cuccok amúgy, legyen az billentyűzet, legyen az füles, legyen az akár szék is, szóval ilyen gamereknek, jó, nagyobb kategória gamereknek való, drágábbak is, de szerintem sokkal jobbak lesznek. Ki fogjuk próbálni egyetemben, de szerintem 100% jobbak lesznek. Hú, mivel kezdjük, srác? Oké, kezdjük evel, szedjük ki innen. Lehet fog látszani a videóban, akkor arra dobjuk. Biztos, hogy nem látszik. Szóval, mi van itt? Naginata, e-sharp naginata. Egérről van szó, boys, egérről van szó. És a fehér verziója. Hú, amúgy egy nagyon-nagyon jó doboza van őszintén. Nagyon-nagyon-nagyon jó doboza van. Nagyon jó a színe, nagyon ilyen, nem tudom, jó, jól néz ki a kis. Jól néz ki még maga a kis doboza is. Nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon divatosan jön ki ebből a dobozból. Itt van az egér, így néz ki a Naginata egér az e-sharptól. Nagyon-nagyon hasonlít a Wildshark Galahadra, amit én használtam eddig. Nagyon-nagyon hasonlít, de látom, hogy ez egy kicsivel azért nagyobb. Ez egy kicsivel nagyobb, szedjük is ki a dobozból. Ez egy nagyon-nagyon kicsivel szerintem nagyobb, és nem tudom, máshogy érzed így a kezedbe. Kicsit szerintem sokkal minőségisebb. Nem szeretném azt mondani, de azért e-shark drágább tudtok, szóval egyértelműen, hogy minőségre azért többet költöttek. Nagyon-nagyon jó, nagyon jó érződik amúgy a kézbe. Nagyon jó, hogy lyukacsos gamer-egér, és így ezáltal pedig... Van itt egy kis kosz. Ezáltal pedig nagyon könnyű és nagyon könnyen jár így a kezed, nem tudom. Majd én kipróbálom így is úgy a Fortnite-ban. De hogyha a Wildshark tetszett eddig amúgy, nekem ami 62 gram pontosabban és egy normális egér 100-120-150 akár. És ha nagyon tetszett nekem már a 60 gram és a Wildshark-tól, szerintem ez is nagyon-nagyon fog tetszni, sőt még jobban. Ki fogjuk próbálni, srácok, majd visszateszem addig ide a dobozba. És majd jövök szerintem a videó végén egy bemutatóval, hogy hogyan is néz ki a setupon most ezekkel az összes ilyen e-sharp cuccokkal. Ide is fogom én tenni. Nem tudom, hogyha látszik a videóban, de mindegy, oda fogom tenni. Következő boys. Látok itt egy e-sharp ESLHS4 Taiko-t, de inkább ez a fontos, a Taiko, e-sharp Taiko füles, ami azt mondják, hogy 7.1-es, 53 mm-es a füledre, amibe lemegy. PS4 kompatibil, pont van egy PS4-en. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Lássuk, srácok, hogy evel mi is lesz. Erre vagyok nagyon-nagyon kíváncsi. Tudom, hogy a Wildshark fülesek nekem nem voltak annyira jók amúgy. Azért, hogy nem szorították le nekem, lehet, hogy nagy a fülem, vagy lehet, hogy nem tudom, de nekem nem szorították le annyira a fejemet. Lehet, hogy a méret miatt... Na nem mond! Nem is tudom, hogy ezt hogy tegyem, visszateszem így egyszer egyelőre. És ide fogom tenni ezt is. Nem tudom, mennyire fog látszani, mondom, de mindegy, ide lesz téve. Egy kis szép dobozkába jön, ami úgy szintén azt a menj el innen, srác. Nem tudom, mennyire látszik a kamerában, nem szeretném előre húzni, mert akkor nem lesz fókuszba. Nem fókuszál automatikus a kamera, sajnálom. Nagyon jól oda van gravírozva az e-shark logója. És egy nagyon szép ilyen matt doboza van. Nagyon-nagyon jól néz ki. Na lássuk, srácok, hogy mi van benne. Mi van ebbe a kis dobozkába. Jó, képekben amúgy én már láttam így is úgy is, hogy néz ki, de azért így érintésre, meg első érintésre, boys, várjátok ezt valahogy. Jó, hogy itt van még külön a mikrofonja meg a... Oké, értem. Ezt akkor visszatesszük ide. Te első... bőr. Szóval bejön nagyon-nagyon jó. Szerintem látszik is amúgy, hogy bőr. Nagyon kényelmes, de várjátok, tegyen fel is a fülemre. Lássam, hogy... Jó.
Ez szerintem the best eddig, ami volt a fejemben, komolyan mondom. Kényelemre per pillanat nagyon-nagyon kényelmes. Azért mondom, hogy per pillanat, mert voltak fülesek, amit használtam, mit tudom én. Van, amikor játszok 8 órát, vagy ülök a számítógépen 8 órát, és csak 8 óra után jössz rá, hogy mennyire kényelmes az a füles. Eddig 100% kényelmesebb, ami van nekem most. Szigetelésre jól szigetel, amúgy alig hallok valamit. Lehet, hogy azért beszélek hangosabban is, bocsánat, amúgy, hogy hangosabban beszélek. Nagyon-nagyon jó szigetel. Mondom ugyanúgy, ki fogom majd próbálni, és videó végén majd jövök egy véleménnyel. De ez eddig, boys, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó minősége, nagyon jó, itt van megint begravírozva az eShark logó. Nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon jól néz ki. Itt látható, hogy van egy jack is. Szóval van jacke is, viszont full quality-ra, minőségre, hogyha akarsz menni, akkor bedugod ebbe, ez a kis driver-e szerintem, vagy nem tudom, hogy hogyan kéne mondani, bedugod ebbe a jacket, pontosabban így, és akkor USB-vel bedugod a számítógépbe, és go! Van különböző gombja, itt plusz-minusz, hangerő gondolom, némítás, meg no sound. Nagyon-nagyon jó, plusz mikrofon, srácok, ne felejtsük el, hogy van mikrofonja is, ami ide megy, nagyon-nagyon könnyen, bám, és be is tettem, és van már mikrofonja is. Szerintem 100% nagyon jó minőség a mikrofonja, sajnos én a mikrofonját nem fogom használni, tudjátok, hogy használom a stúdió mikrofont, a Blue Yeti-t szóval ezt ki is veszem innen. Újra mondom, videó végén jövök ki véleményen, addig nem teszem vissza a kis zacskajába, viszont ebbe visszateszem, mert nagyon-nagyon jól néz ki ez a doboz, ezt meg visszateszem ide, mert ezt úgyse fogom használni, úgyni. Bám, 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 visszarakom ide, és ezt meg valahogy ide teszem per pillanat. Jó. Be is zárom. Félretettem. Következő. Billentyűzet. Azt a... Nem tudom, nem látszik amúgy. Nem tudom megmutatni, hogy mennyire nehéz, de nehéz. Szerintem az eddig legnehezebb billentyűzetem, ami volt. Mechanikus, red. Red switches, mechanikus, pontosabban a neve Kodaki. Nagyon-nagyon... Oké. A doboz amúgy nagyon jó szerintem, ugyanúgy. Látszik azért, a Wildshark és az eShark közt szerintem látszik a különbség. És bontsuk ki. Ó, ez nincs is leszigetelve itt, jó. Szupi. Első nyitásra le van fedve egy ilyen, nem tudom, védő kis alumíniummal, vagy tudom, hogy mondjam ennek. Szedjük ki. Esseke. Azt a, de nehéz ember! Mi ez? Ez vagy egy tank, és nem tudok én, vagy... Ajjajjaj. Várjátok, tenni vissza ezt a kis dobozt is. Nem tudom, szerintem, hogy minden rendben van, és minden időben van rendben. Nem azután kaporom itt a fejem, hogy de most mit csinálják vele ezzel. Én ki van téve, bám, ide fogom rakni, és csűsz. Na, billentyűzet. Így néz ki. Látható, hogy nincsen numpedje jobb oldalt, őszintén, hogyha nagy gamer vagy, akkor én nem is ajánlom a numpedet. Sokkal kényelmesebb, hogy ilyen kisebb billentyűzet, és sokkal jobban odaférsz a gombokhoz, sokkal kisebb területet veszel így az asztalon, szóval szerintem ez sokkal jobb. Ez egy kicsit meglep, pedig tudom, hogy nem fogom használni soha, de csak így görgeted és megy, viszed lefe. Nagyon-nagyon jó, mondom, red switches, újra mondom, hogy red switches. Damn bro. Oké, és nagyon jól néz ki. Amúgy nagyon nehéz, szóval nagyon stabil. A kábele az nagyon-nagyon jó. Szerintem nem fog... Ezt látszik, nem fog eltörni az USB kábel. Ugyanúgy több minden szerintem meg fogok mutatni. Vagy te bedughatom amúgy, itt van egy laptop mellettem. De akkor ugyanúgy be fogom dugni szerintem, vagy nem. Hát nem is tudom. Be fogom dugni szerintem ide a laptopba. Legalább láthatjátok már innen is a színét. Hogy hogyan is világít, vagy hogyan is megy. Na. Bocsánat. Oké. És most? Bro. Oké. Lássuk, hogy színeket is tudunk váltani valahogy. Aha. Oké. Aha. Jó, megvan. Megvan, egy csomó szint lehet váltani amúgy őszintén. Nem tudom, mennyire jól látszik így a fények miatt, de viszont így is, úgy is le fogom ezt majd videózni, miután az én számítógépemmel kötöm. Nagyon-nagyon jó a hangja. Ups.
Lehet, hogy nem kéne így nyomkodni. Lehet, leállítjuk mindjárt a rekket a mikrofonnál. Jó. Jövök úgyis egy véleménnyel majd azután. Kiszedem minden a bán. És ide fogom tenni külön. Mondom, ugyanúgy jövök egy videóval, amiután majd bent lesz a számítógépe. Be lesz kötve majd a számítógépembe. Minden. Félre nem tudom, mit tettem ide. Srácok, és az utolsó termék eShark Karuta XL egy gaming egérpad, aminek már őszintén az anyaga nagyon-nagyon jó. Bontsuk ki. Ez itt le van itt két felén szigetelve, vagy mi, hogy mondják neki. Jó. Ezeket nem tudom kibontani. Jó, hát ezt valahogy sikerült kibontani. Oh shit. Oh, mekkora ember. Jó, hát ezt nem tudom, hogy mutassam be nektek. Az anyag amúgy szerintem nagyon jó. Az anyag nagyon-nagyon jó. Hát majd így is úgy is mondom külön videóban majd. Vagyis külön videóban. Videó végén majd megmutatom az összes, hogy hogyan néz ki a setupomon. De tapintásra nagyon-nagyon jó. És kíváncsi vagyok, hogy hogyan megy az egér rajta. Szerintem 100% jó kéne guruljon az egér, de kipróbáljuk. Srácok, addigra is, még egyszer mondom, csapassátok szét ezt a like-ot és iratkozzatok fel a csatornára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na lássuk, srácok, hogy hogyan néz ki a setupomon. És visszatérve, jó pár óra használat után tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok elégedve, ugyanúgy a billentyűzettel, ugyanúgy a fülessel és ugyanúgy az egérrel is, persze egyetemben az egérpaddal is. Nagyon-nagyon, nem tudom, tényleg egy jó feelinge van az egésznek, nagyon könnyen megy az egér is, jobbra-balra a billentyűzetnek nagyon-nagyon jó a hangja és nagyon jó a react, a delay-e, az input delay-e, a füles meg egyértelműen nagyon-nagyon jó, lehet hallani mindent rajta. Nagyon meg vagyok elégedve, tényleg nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Kb. Ennyi volt ebből a videóra, srácok, ha tetszett, újra mondom, iratkoztok fel és csapassátok szét azt a like-omot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az eSharknak a remek termékekért, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, linket megkapjátok a leírásban, srácok. És még egy dolog, kövessetek be Instagramon, mert nagyon-nagyon sok újdonság majd fog ott is történni. Köszönöm szépen, egy további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!